Oké. Szóval, játék indítása. Normál mód szerintem. Nem megyünk easy-be, nem megyünk hardba. Szerintem én normál módra szavazok. Benne vagytok? Jó. Nagyon izgulok! Hang jó? Persze, hogy jó. Miért ne lenne jó? Ott az űrpatkány. Majd azt mondjuk nehéz. Nem, én nem szoktam. Mármint, hogy én így normál. Na nézzük, működik a kontroller, szuper. Juhu! Fecskefészek. Ja, és mivel ezt Steamre kaptam kulcsot, srácok, magyar. Magyar az ori. Fura. De így akkor az inglisül nem beszélők is. Ott van a barátunk. Mindenhol magyar? Na, azt nem tudtam. Micsoda, már most tudok mászni? Várjál már, milyen képességeim vannak? A térkép még nem érhető el. Még nem tudjuk. De tudok mászni. Képességnél... Ott az ágyikó. Én már le is fekszem. Pif! Na, mi történt akkor? Kikölt a bagoly! Ennyi. De miért ilyen pixeles ez a bagoly? Hát az, de az nem, az egy teljes véletlenség miatt volt úgy, slash. Jó, hát így mondjuk könnyű kalapálni. Jaj, de arany, és megint, és milyen cukin alszanak együtt. Minden maxon van. De majd belépünk a prológus után. Na? Köljé föl! Nagyon jó, minket most megint itt hagytak. Nem. Beálltam, grafika, látod? Be van nyomva minden. Tehát így... Sok mindent nem lehet állítani rajta. Szóval... Várjál. Ja jó, azt hittem már hirtelen, hogy lehet mozogni, nézze, fölfele is. És milyen jól mozog a háttér. Hello! Azaz, repüljé! Úristen, milyen szárnyad van, haver? Hát mi történt azzal a Mi van ott azzal a szárnyal? Hát nincs is toll a jobb szárnyán. Hát ezzel meg mi történt? Még nem nőtt ki a tolla. És nem is eszik olyat? Lehet egy vérbagoly! Na az már tetszik neki, figyeld! Pofán vágta egy kukac. Ez mondjuk cuki. Ja, a jobb szárnya az ilyen... Hát ez sérült. No,
Gumó. Szia, Kozako. Kocka! Na nézzük, tudsz repülni már? Hát az a baj, hogy nem. Ó, hát most milyen csalódott lesz. Na ez meg, nincsen toll a szárnyamon. Én is ilyen kis bánatos bagoly vagyok. Szegényke. Figyelj, szerezzünk neki levelet. Vagy valami mankót. Na figyelj, beszélek én vele. Beszélek én a fejével. Igyon Red Bullt. Én szerintem valami olyasmi megoldás lesz, hogy szerintem keresnek neki majd egy... vagy nem tudom, kiegészítik, vagy keresnek neki plusz tollat. Fene tudja. Elaludt. Ó, válasz a múltban hevert. Elaludt. Na most nekem kell megkeresni, gondolom, a választ. Anya utolsó ajándéka. Na mi van ott? Tudja, hogy előveszek valami tollakat szerint. Na, ezt akartam mondani. Szertettél egy új képességre. Ó, de jó, már ilyen korán megkaptam ezt. Juhú! Whee! És akkor most nem mondod, oda megyek szerencsétlen bagolyhoz felvágni, hogy én meg tudok repülni? Ez azért elég genyó dolog. Figyeld! Na? Jól eldugtam a hátam mögé. Na? Nézd csak oda! Na! És azt most így rávarjuk. Megkérjük a pókot, hogy szőjje rá! Na! Az a szikszalag. És most ilyen... És figyeld, rászövi. Nézd csak! Remélem a seggébe dugja be. Ha figyelj, végül is... nem rossz. Oh! Na jó! Hát ez kurva nagy! Figyeld! Mondjuk csak... csak zuhanni tudunk vele. Azaz! Mutasd meg! Oh! Hú! Na jó! Azért... azért egy pillanatra megijedtem, hogy még így sem fog működni és lezuhanunk. De csak ráérzett. Aj, de aranyos! Hát ez hipercuki.
Sanyász, köszi szépen a 19. hónapot! Én csak attól aggódnék, hogy annyira bátran röpköd. Mi van, hogyha elenged az a kötél, azt kilométer magasakról lezuhanunk? Jön a gonosz, figyeld! Azt a kétségbe esett arcot! Ne! Na ezt mondtam! Baszd meg, ezt mondtam! Oké, hát most egy óriásit zuhantunk. Hí, macskák! Makik? Ja, azt hittem macskák. Na, a kentaur űrpocok mindjárt elindul. Na most meg kell keresnem a baglyot. Sötét vízláp! Még mindig nincs térképem. Nagyon jó. Ott vannak az ability slotok. 3 HP és gondolom a mentéses izé, az ugyanúgy működik. Életgömb. Kis szellem fény tartály. Oké. Na várjál! A másik irányba is lehetett volna menni? Ott is van lent. Hát ez is eljött. Már 15 éve itt rontom a levegőt, kedves Bagoly bácsi. Azért már 15 éve! Jajaj! De várjál! Hello, hello, hello! Még támadni nem tudok! Erre rá lehet ugrani? Nem! Aha! Ó, és a víz sem jó. Oké, semmi gond. Tehát még támadni nem tudunk. Bazd meg. Arról nem beszélt senki, hogy erre nem lehet ráugrani. Hogy tudtam beugrani alá? Crazy, nagyon szépen köszönöm a Tier 2-es 18. hónapot. Igazi vadállat vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Jó, erre nem megyünk, már látom. Ez itt jó. Ó, most már van mapom. Oké. Yay! Mi történt? Fényteszt 1-2-3. Fényteszt 1-2-3. Működik ez? Működik? Nagyon szépen köszönöm a donation-t. Hoppá, ez fáj. Luma tavak! Köszönöm szépen a donation-t! Még egyszer. Várjatok, itt... Aha, ott van. Jó, ilyet már tudunk csinálni, tehát húzni tudjuk a dolgokat. És szereztünk egy plusz HP-t. Ja, ez nem olyan plusz HP. Aha, akkor ez mégsem olyan jó. Hüha! Hát, szerintem oda nem tudunk menni. Én szerintem... Na, bazd meg. Szerintem ez... Aha, ez így fáj. Úgyhogy oda nem megyünk. Jó, akkor ez az irány, ez nem nyert, srácok. Hát, jó.
Ezek szerint viszont jó, jó benne az autómentés. Tehát most, most már nem, nem ugyanúgy működik a mentés, mint ahogy eddig volt. Szűrő összes, fókusz, részletek. Küldetés követése. Aha, ilyet most nem látunk. Ó, aha, itt van ez. Ó, wow, mi ez? Leltár. Az igen. Az igen. Mit olvassak el? Fényteszt? 1, 2, 3? Vagy mire? Mit olvassak el, Miss Lor? Mármint a... Most nem értem. Na mindegy. Jó, sikerült. Jó, hogy amiket felveszek. Jó, 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 nyugi, nyugi, nyugi. Oda le kéne jutni valahogy. De azt szerintem majd akkor tudom megszerezni, ha már úszni tudok. Van egy olyan sanda gyanúm. Fölhíletünk. Akkor menjünk a jobb oldalra. Dől a lovetta. Hoppá. Aha. Jó. Itt van valami fa rakás. Ezzel még nem tudunk foglalkozni. Ez a víz is fáj? Nem, ez nem. Oké. Itt lesz majd megint az az ugrós dolog. Később. Ezt kell majd a leugráshoz. És ott van az XP. Azt mondja, nyomd hosszan le. Etenir! Nagyon szépen köszönöm a tier 1-é alakítást Prime-ból. Nagyon szépen köszönöm. Hát... meg a Prime-ot. Hát most ezt így dönts el mindenki, hogy most akkor melyiket kell megköszönni, de... én mind a kettőt köszönöm. Ez HP. Ja, várjatok, be kell állítani a mapra, így. Ó, nagyon jó, és nézzétek, amit fölfedezel, azt már fixen mutatja a map. Cula, nagyon szépen köszönöm az ACM-nek ajándékozott szubot. Váltogatja, igen. Köszönöm szépen. Hát itt nincs semmi, srácok. Mikor megyünk lefele. Ó, itt vannak! Nyomd meg ezt, X, hogy a fákját megragad. Jó, megragadjuk a fákját. Fákja! No ne! Figyeld már, milyen kis izé harci pocok lett belőlem. Jó, mondjuk lófasz nem sebez ez, de mindegy. Szellemfény gömb. Micsoda? A barátságos teremtményekkel megosztható. Ah, oké. Pif, pif, pif. Pif, pif. Dögölj meg. És egy energiagömböt is szereztünk. Ez pedig... ez tudja, hogy égethető. Figyeld. Oh, yeah. Oké. Ezt most már tudom, úgyhogy visszamegyünk. Szia, anya! Szóval az tier 1, csak a Twitch hülye. Köszönjük szépen. Gyomláljuk kifele az XP-t. Aha, és akkor ide kell nekünk a kulcsot megszerezni. Oké. Hol volt az az ág, amin nem tudtunk keresztül menni? Itt volt, nem? Nagyon király lett. Sajnos most csak Lurk, Bandecuk, mindenkinek. Köszi, köszi, Anna. Örülök, hogyha tetszik neked is. Köszi, köszi. Na nézzük csak.
Azt figyeljétek, milyen lény van ott. Az mi? Cula, nagyon szépen köszönöm a vasmacskának ajándékozott szubot. Köszi szépen. Mi történt? Mi ez a lény? Beszélgetés tokkal. Ha a következőnek az lesz a neve, hogy vonó, akkor megőrülök. Mi vagy te? Nem Moki, az biztos. Tehát ő Tok. Keresed az embereket. Nagyon szépen köszönöm. Micsoda? Egy vihar elől keresek menedéket, de ha tovább akarsz menni, át kell jutnod a keleti szellem kapun. Igen, kulcskő kell hozzá. És épp van egy másik a szemközti barlangban. Ügyesebb? Hát én vagyok a legügyesebb. Új küldetés, keresd meg a kulcskövet, és a küldetések megtekintéséhez... Cula, köszönöm szépen a VNK-nak ajándékozott szubot. Köszi szépen. És nézzétek, csak így pontokkal jelöli, hogy hol jártam előtte. Tök jó. Jó estét, sziasztok, avidisi. Berzerker, nagyon szépen köszönöm neked is a feliratkozást. Köszi szépen. Fú, de furcsa, hogy ilyen gyengék vagyunk itt most az elején. Nagyon szépen köszönöm. Az gyönyörű volt, gratulálok. Hát, már nem azért, de... Így kap be. Tehát így hova ment az az XP? Így, úgy. Jó van. Kiszívtam onnan. Jó, és most egy fákjával itt át tudunk menni. Yes. Hogyan költök el XP-t? Nézzük csak meg. Ezek felfedezetlenek. Ezek is. Hát akkor még nem tudjuk költeni. Jaj, mi vagy te? Haló? Te ez a mérges fajta vagy. Héló, Jézusom. Első boss fight. De hogyan? Meg se áll! Jézusom! Csak meghalt. Hát ezt HP veszteség nélkül nem is tudtam megölni, te jó ég. Jaj! Elaludt a fákjám. Most aztán cseszhetem a fákjámat. Most már nem is tudom őket bántani. Na várjál, át tudok? Nem. Akkor föl a mohán. Na ez mondjuk menő, hogy így lehet fejjel lefelé mászni. Ott van valami lila cucc. Ott van a izé. Nézzétek csak. Hoppá! Álljon meg a fákjás menet. Azt, hogy a kulcsövek a szellemkapuk megnyitására valók, a szellemkapuk mindegyike eltérő számú kulcskővel nyílik. Küldetés frissítve. Hát mivel most megint ártalmatlan vagyok, ezért muszáj elkerülnöm őket. Na várjál. Térkép. Hát pedig erre.
Na figyeld, én ezt kihoztam innen, haver. Azt mondta, ügyesebb kell. Hát, megoldottuk. Nagyon jó, megkaptuk tőle a másikat. Sok szerencsét kívánt nekünk, és előhúzott egy kulcskövet a táskájából. Nagyon szuper. Most már megvan mind a kettő, ergo tovább tudunk haladni. Na nézzük. Mi? Hé, de hát elvette a fákjámat. Ja, az nem is ez volt, jó. Ez valahogy máshogy nyílik ki. Egy HP-n van. Mi az ott hátul? Az egy picit nagyobb... De jó az animáció, hogy bedobáljuk a kulcskövet. Az egy pöppet nagyobb ellenség szerintem, mint amivel eddig találkoztunk. Jó, a víz még fáj, úgyhogy abban még nem ugrunk bele. És még mindig nincs, vagy megint nincsen fegyverem. Ami itt is kellene. Hogy tudom, bejön előve? Ah! Hű, vagy meg ez nem viccel. Haver, de nem tudok gyorsabban szaladni! Ez mi? Azaz, jó pofán vágtam a fákjával. Micsoda? Mi a... Hogy? 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 Nem tudok menekülni, nincs dodge, nincs semmi! Látjátok azt a hangyafasznyi kis... nagyon pici zöld valamit? Na, az a HP-m. Kérlek szépen, az mind. Most ezt tudod, miért bajos? Hát egyrészt megint mindjárt meghalok. Kettő, eltűnt a fákjám. Eltűnt a fákjám. Ott nem tudok bemenni egyik helyen se, mert nincs fákja. És így se tudunk bemenni, ráadásul itt még víz is van, tehát ha lenne fákjám, se lenne. Nagyon jó. Szuper. Erős kezdés, srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy erős kezdés, hogy rögtön ilyen boss fightokkal indulunk. Ráadásul ezeket meg nem tudom szétütni. Sehogy. Csak ilyenből szerezhetek HP-t egyelőre. Itt sem tudunk tovább menni. Hűha! Azzal a HP-val még valaki lerásolná? Lehet, de nem elsőre. Na? Huha, valami történik. Azt figyeld, milyen bátor lett a kis megér. Ide is kellene a fákja. Figyelj, valamit kapunk. Hát ez jó volt. Elsült. Egy ősi fény feltámad. Na,
Hát ugye nincs meg se a bagoly, semmi. Ott repül, ja. Na furcsa páros egyébként. Anya és apa aggódik értünk. Ah, itt vannak a makik! Ezek tök cukik. Valami képességet tuti kaptam? Benned ősi fény ragyog. Köszönöm szépen. Fény lett! Tudott! Csirke! Jó a csirke! Köszi, Jenő! Köszi, köszi! Köszönöm, köszönöm! Azt mondja, szellem penge! Micsoda! Azt mondja, szert tettél egy új képességre. Tartsd lenyomva az LT gombot, hogy hozzárendelt ezeket valamelyik XY vagy B gombhoz. Na nézzük! Azt mondja, hogy az LT-t használjam, látni akarják. Figyeld, LT, hát én az X-hez rendelem hozzá. Figyeld a pengét! Wow! Na jó! Hát ez V! Ember! Ori a Jedi! Pif, pif, pif! Hát ez valami eszméletlen. A szellempenge. Csú, 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 csú! Pibiu! Hú, de nagyon gyenge. De nem baj. Van szellempengém. Már ennek is örülünk. Hú! De menő vagyok! Csú, csú, csú! Csú, csú, csú! Ott is van. Did I do it? Ez meg kell venni. Úgy. Megérte, megérte. Wow, wow! Hát nem rohadt menő. Na gyere! Jó, erre még rá kell jönnöm, hogy ezt hogy kell dodge-olni normálisan, mert ez így nem jó. Na mit találtam? Új szellem szil... micsoda? Szellem szilánkot találtunk. A gömbök messzebbről indulnak Ori felé. Bekészítés. Nézzétek csak! Ennyiféle cuccot fogunk találni, és ebből mindig csak hármat használhatok. Nice! Talentrendszer! Érted? Talentrendszer van itten. Kurva jó! Már csak arra szeretnék rájönni, hogy azt mire használjuk a 258-at. Én nem tudtam volna följönni a labból? Aha. Hú, ez nagyon jól néz ki ez a szellempenge, ez valami eszméletlen. Jedi Mind Tricks, azaz. A fény hallgat rád! Mi mokik? Ah, ezek már tök aranyosak. Kvolok! Na. I am Kvolok. Ott a cél. Jutalom 200 olyan sárga csöcs. Keresd meg Kvolokot. Jó. Új küldetés. Rettenetesen keveset sebez ez a cuccunk. De nem baj, mert most meg tudom szerezni ezt is. Ülj, várjál, ez lő. Anyád! Baszki! Óriási, óriási béna vagyok. Mi ez a lény?
De jól néz ki! De jól néz ki, megöltük. Ezt lehet, hogy... Aha... Ezzel a csonttal valamit lehet csinálni. Nézzétek csak! Szerintem oda menjünk. Aha, itt is le lehetne menni. Térkép megtekintése. Jó, jó, jó. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy szólsz. Ellenük nem tudom. Nem tudom még, hogy fogunk védekezni. De valahogy biztos, hogy lehet. Valahogy tuti, hogy lehet. Jú, na, ezeket szeressük. A kutak fénye egész Nivent bevilágítja. Megvan az első... Megvan az első olyan pontunk, ahol mentettünk. Oké, egyelőre még csak itt tudunk ezek szerint menteni, és azon kívül autómentés van. Életenőd és energiád visszaállítása az... Jó, viszont nem jött be új menü. Nem jött be új menü, ahol lehetne költeni. Kiválasztás. Jó, itt csak kiválasztani lehet. Aha, és innen is csak kivenni lehet. Jó, tehát akkor ezt így, itt ennyi. A leltár... Első kulcsköved, jó. Itt pedig még nincsen semmi más. Hát, jó. Szóval egyelőre még nem tudjuk, hogy ezt hogy kell elkölteni, de majd megtanít a játék rá, nem aggódok. Hát ez a kard, ez... Ez sokkal menőbb, mint a izé. És lehet irányítani. Tehát tudok vele, nézzétek, fölfele vágni, és tudok lefele is vágni. Oké. Ehhez meg kellene valami zúzás, gondolom én. Meg ehhez is. És ott van fönt egy kar, amit meg lehetne húzni. Hát szerintem... nem. Az még nekünk nem elérhető. Úgyhogy akkor ez még egyelőre várat magára. De ott lenne egy kulcskő. Pif! Hát akkor haladjunk erre. Ezen ha ugrálok, semmi nem történik. És... Szerintetek oda föl lehet ugrani? Ó! Kösz! Azt nem vettem észre, hogy ott volt egy szikla. Azt hittem egyébként leszakad. De mégse. Ez valószínűleg nem véletlen van itt. Hajaj! Ó, bakker! Ah! Ne, még egy boss! Mondjuk ez easy volt. Jaj, ne, már megint te! Kettő is! Tactics! Fölugrok, és föntről lefele ütöm meg őket. Na? Na erre mit léptek? Kemény, mi? Hát akkor menjünk le először itt. Na
mi van? Na mi van? Na gyere! Hoppá! Azért még mindig túl sok damage-et szívok be tőlük. Oké. Okay. Ott valami nagyobbat kell ugrani szerintem, ahogy látom. Bár... nem. Még egyen följebb. Nem így. Azért remélem, hogy később mondjuk a tollat megtalálom újra. Wii! Bász meg. Hát ez ilyen éppen hogy. És akkor körbeértem. Nagyon jó. És ott meg nem szereztem meg, de oda nem is fogok tudni fölmenni csak úgy szerintem. És hogy volt, hogy... na azért. Fogadjuk be testünkbe a fényt. Kettős ugrás. Szereztél egy új képességet, nyomd meg az A gombot az ugráshoz, majd újra az A gombot, hogy magasabbra ugorj. Oh yes. Jó, tehát most már van double jumpom. Yes, sir. És találtam egy tapadóst. Új szellem szilánkra tettél szert, megtapadsz a falakon. Jó, hát egyelőre természetesen beszlotoljuk ezt is. Hiszen most már tudunk tapadni. Nagyon jó. És double jump-al föl tudunk ugrani ide is. Nagyon jó. Csillaggamere 51766 csillag Just Boot csillag Dying Light csillag Using my affiliate link thanks. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az instant gaminges vásárlást. És ez passzív, srácok. Nem is kell semmi gombot nyomni, hogy megtapadjál. Ez OP. Szóval köszönöm szépen a vásárlást és jó játékot a Dying Light-hoz. Ott kihagytunk valamit. Na de az honnan? Na várjál. Hát ezt akkor is megszerzem. De az honnan? Aha, körbe. Körbe. Így, és akkor gondolom föntről lehet leereszkedni valahova. Ja, hogy ide csak simán be kellett volna sétálnom eddig is. Nagyon jó. Akkor ez így kicsit egyszerűbb volt, mint gondoltam. Ez egyébként egy nagyon jó plusz, hogy passzívba működik ez a megtapadás. A különböző falakon. Nice! Okay. Leeresztettük azt a valamit. És ahogy látom, skacok... For the matymarák! Nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt! Köszönöm szépen a támogatást! Ahogy látom, itt még ezt valahogy be kellene tudni törni.
De az valószínűleg majd későbbi képesség lesz, úgyhogy most még csak annyit tudok csinálni, hogy mentek itt egyet. És lemegyünk ott, ahol a liftet leengedtük. Itt. Nem tudom, hogy miért ugrottam neki. Akkor jó ötletnek tűnt. Uha. Ja, oké. Megfejtettem, nagyon nehéz volt. Ilyet betolom elé kegyetlenül. Jaj. Eltolom oda. És megszereztem a map darabkát. Szuper. Szóval egy megvan. Arra nem tudunk tovább menni. Akkor fölfele kell jönni. És gondolom majd abba az irányba. Az ott mi? Az mi, srácok? Lupó. De jó, és írja rombolható padló. Ah, na ez király! Ezt tök jól megcsinálták. Hát akkor menjünk vissza föl. Ugye erre? Egy csak erre lehet. Hoppá. Ú, szerezzünk életet, mert aznak, annak hiány vagyunk. Nagyon jó. Fú, nagyon-nagyon eltalálták a játékot, srácok. Mondjuk... Az az igazság, hogy nem is számítottam kevesebbre. Tehát biztos voltam benne, hogy eszméletlenül király lesz a második része is. Figyeld, ez nem tudja betörni. Ahogy látom, nem. Tehát ő ezt még nem tudja, és nem is mutat egyébként semmit, hogy hogyan lehetne ezt betörni. Ott a másik map darab. Tényleg is így be... Tök jó, ahogy bedobálja. El sem tudom képzelni, hogy milyen képességeink lesznek még, srácok, hogy már most van egy ilyen izé szellempengénk. Ó, ez rombolható, nézzétek? Ah. Ráadásul csak úgy magába volt rombolható. Ez ilyen kicsit ilyen leelőre kisütés feelingje volt. Jaj! Jó, sikerült. Nyugi, nyugi. Kell belőled a pénz. Még ugye nem tudom, mire jó. Aha. Na várjál, ácsi. Itt nem tudok semmit csinálni. Erre nem tudtam menni, ugye? Valamiért visszafordultam. Viszont ezekre a helyekre most be tudok jönni. És itt van a tönk! Ja, de még nem tudok lefele... Ó, bakker. Ott egy HP. Ez a durva, hogy tudták felülmúlni Little Meow, nem?
Tehát ugye az Ori 1 is annyira fantasztikusan nézett ki, és... Áh, nagyon. És sikerült. Sikerült überelni. Arra fele kell mennem, viszont engem nagyon triggerel ez a rész is. Srácok, hogy szeretnétek, hogyan játszogassunk? Mindig menjek így a fő küldetés irányába, és majd később visszajövünk. Mokival beszélünk. Ez szellem vagy? Akkor reszkes szellem! Bátor Mok áll előtted! De bátor vagyok, esküszöm. Mint egy süvöltő koponya. Egy kicsit bátrabb. Kaptunk egy új küldetést. Aha, ezt szerintem így tudom egyelőre ölni, hogyha neki megyek. Halo, azt miért nem kaptad el? Mondjuk így egy kicsit nagyobb szögbe tudtam ráugrani. Tehát, hogy ütöd, aztán utána mindenféleképpen föl kell ugrani, és akkor így föntről agyabugyálni. Találtunk valamit. Azt mondja, süvöltő agyar. Találtál egy új küldetéstárgyat. És ezt kell visszavinnem a kis Moknak. Halo, arról nem volt szó, hogy az ott rögtön fáj. Várj, ezért nem tudok mászni? Hát nem. Oké. Na gyere, Mok! Szereztem neked valamit. Ja, meg fogunk mindent szerezni, srácok. Ezt is úgy fogom csinálni, mint az előzőt, hogy amikor van egy ilyen kis downtime, akkor összeszedegetjük azokat a dolgokat, amik mondjuk kimaradtak, stb. Na, most már tényleg lehetsz bátor, Mok. És kaptam cserébe egy lila cuccot, egy gorlek ércet. Találtál némi ércet, egy ügyes iparot. Ezzel megjavíthat valamit. Mit kell megjavítani? Vajon mit kell megjavítani? De várjál, arrafele... Hogy megyünk arrafele? Várjál már. Lehet, hogy innen. Szóla, nagyon-nagyon szépen köszönöm az Anarkinak ajándékozott szubot. Köszi szépen. Köszönöm. Hol van Anarki egyébként? Hogy találtad őt meg? Jó, hogy orizik. Oké. Azért néztem, mondom. Szerintem nincs itt. Jó, na nézzétek csak. Itt szerintem nem tudtam fölfele menni. De most nem tart sem eddig egyébként vissza. Nem kell visszamenni, mert tudom, hogy nem tudtam ott fölmenni. Szóval, nézzük meg, hogy merre fele mehetünk. Én megnézném egyébként ezt a részt. Nem ezt. Hanem ezt. Nézzétek csak, ide nem jöttünk még előtte. Hát, az maradjunk annyiba, hogy az nem sokon múlott. Az volt a szerencsém, hogy megkapaszkodott. Szia, Nemi!
Jézusom! Úristen, lefingott a csiga! Mi vagy te? Jézus atya úristen! Hát csak a... Bazd meg. Pont most akartam mondani, hogy csak a face tanking. Hát ez nem volt jó ötlet, halljunk meg még egyszer. Ezt nem kéne beszopni azt a damage-et, amit csinál. Szóval figyeljetek már, a csiga... Köp. Köp és fingik. Meg robban, amikor meghal. Hú, de gusztustalan vagy. Szerintem oda nem tudok felugrani. Ú, de ez nagyon kell. Beef! Gyűjts még egy darabot, és megnövelheted a maximális életerődet. De. Van, amikor meg tudom ölni rögtön, van, amikor meg nem. Hello, Dave. Hello, hello. Jó, nézzétek csak, itt megszereztük, amit meg lehetett. Úgyhogy... Szóval, mi volt a szituáció? Itt volt egy áttörhető, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Errefele mutat valamit, de szerintem nem innen kell mennünk. Ide vissza tudok jönni, meg be tudunk nézni Lupóhoz. Lupónak hívták? Lupóhoz. Jó, hát nézzük meg. Jó lenne most már lassan megtudni, hogy mire tudjuk használni azokat a narancssárga cuccokat. Lupó! Azaz. A kis Lupó itt is itt van. Hát ez szar volt, hogy ide leestem. Na mindegy. Azt mondja, hogy hát innen fölfele kell viszont mennem. De várjál! Aha, még csak egy portom van, sajnos nem tudok oda fölmenni. Jó, hogyan tudtunk itt fölmászni? Ja, most konkrétan mehetek körbe az egészen. Nagyon örülök neki. Megérte ez a leesés. Hát ez meg aztán pláne. Mi történt? Yeehunternek is ajándékoztál egyet. Yee az örök lurker. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon rendesek vagytok, srácok, hogy így egymásnak ajándékozgatjátok. Egy ezerszer a szubokat. Köszönöm szépen. Hát Yee sokat nem szokott beszélni. Én nem is tudom, hogy beszélt már a cseten Yee, srácok? Azt tudom, hogy mindig lurkol. Nem is nagyon emlékszem rá, hogy írt volna a csetre. Igen, most mehetek itt is körbe. Az a nagy esés, az borzasztóan rosszul jött. Jó, most újra itt vagyunk Mokinál. Ájjáj. Na, még nem sebzek eleget, muszáj vagyok dodge-olgatni. Jó, följutottunk, és most már ezt is... Elméletileg szét tudjuk törni, és itt van, kérem szépen, egy kíméletlen szellemszilánk. Yee-nek van 5 üzenete a cseten. Ja, oké. Okay. Na, ó! Ácsi. A gömbök... ...25%-kal... nagyobb okozott
és elszenvedett sebzés. Hát ez nagyon jó hangzik, már bocs. Kereskedj az árusokkal, hogy új tulajdonságokat oldhass fel. Jó. Oké, tehát itt árusokkal fogunk kereskedni, srácok. ...25%-kal többet sebzett, de 25%-kal többet sebződök is. És mindenki döntse el, hogy ez mennyire lesz jó. Hát, hogyha lesz valami használhatóbb dolog, akkor nagy valószínűséggel azért azt befogadd a fényt. Várj, ez egyszer már nem történt meg? Nem! Wow, ez új! Szert tettél egy új képességre. Energiát költve szerez vissza életerőt. Tehát ez heal, srácok. Az Y-ra beraktam. Ja, hoppá, nem rossz. Aha, így. Oké. Ti is láttátok? Mióta tudok úszni? Már megint tudom, hogy nem olvastam el valamit. Ja, hogy tiszta víz? Mi olvasom rosszul? Most mi bajod van? Vagy nem 25, nem 15? Ez a nagy izé? Viszont, ahogy látom, srácok, most már nem az van, hogy nem éri meg ütögetni a visszaszpónoló enemiket, ha jól láttam, mert mindegyikért kaptam ugyanúgy a pontokat, nem? Ugye, skacok? Megvásárolom tőle. Megvásároltam tőle. Lerántott minket 50 darab izével, mert azt mondta, hogy eláztak a cuccai. De nekem képességet adjál. Ne térképet. Jó, ő nem egy olyan árus, akitől bármikor bármit lehet venni.
ezt az egy cuccot. Jó van, megkaphatod a térképeidet. Ez még itt szürke. Wow, csak átszaladtam rajta. De akkor jól gondoltam, hogy... hogy fogalmunk sincs, hogy hogy jutunk el oda. Mert konkrétan a szürke rész... ez volt nekem még szürke rész, de oda nem is... tehát az nem... az nem jó. Lehet, hogy ez a cucc... aha. Ez lesz olyan teleport, ami nekünk jó. Szerintem egyébként csak azok úgy fogjuk csinálni a dolgot, hogy mindig megyünk egy kicsit előre, tehát questben. Jaj, ezt nem itt kellett kinyitni. Ó, bazd meg, ezt valahol, valamivel ki kell nyitni majd. Szóval mindig azt fogom csinálni szerintem, hogy egy picit haladunk a sztoriba is, mert lesznek olyan dolgok nyilván, amit így unlockolgatni kell. És akkor utána tudunk majd, ott valószínűleg egy ilyen plusz ugrásra van szükségem. Jó, na nézzük csak. Azt mondja, hogy ide nem tudunk menni. Ide el tudtam volna jönni, mert ráadásul ez így össze van kötve. De szerintem most fölmegyünk. És megnézzük annak a lápnak a területét, hogy ott hogy tudunk átjutni. És kipróbáljuk, nézzétek csak a healt. Aha. Tehát a kékből, az energiából legalábbis most maxra hílelte. Nem tudom, hogy pontosan mennyit tud hílelni ez a cucc. De ez majd kiderül. Ott van fönt egy ilyen kék, de ahhoz meg kellene nekem egy ugrás képesség, ez biztos. Celebráció van, micsoda 3 hónap volt, ez te jó Isten, a vidis love. Szímes, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 3. hónapod. Hát micsoda 3, és milyen lesz még a következő 3? Meg az azt következő 3. Aha, ott fönt van valami. De oda nem tudok így bemenni. Fű, figyeljétek, micsoda ninja vagyok. Na, mit találtam? Szívós. Csökkenti a bejövő sebzést, vágod? Tehát konkrétan 10%-kal kevesebb elszenvedett sebzés. De a védekezés az buzis, nem? A tapadást azt egyelőre én hasznosabbnak találom. Bár lehet, hogy pont a tapadás nem kellene annyira. Bár ki tudja, lehet, hogy szimplán viszont nem tudnék annyit mászni. A sorrend jó volt szerintem, hogy előbb fölvettem azt, és utána híleltem. Jó van, fő, hogy gondolkodok. Offer. Na nézzük. Itt van valami főmaki. Az öreg malom kerekei. Opa. Ő az az anyuka? Sikoly a neve. Valami felbolygathatta a vackában.
Ő egy fegyvermester. Képességeit fejlesztése? Az első vásárlásra kedvezményt ajánlhatok, szóval válasz bölcsen. Mindenféleképpen. Oh, úgy, ez a kedvezmény, te köcs... Mármint, hogy... Na nézzük, szellemcsapás. Erős, félköríves csapást mérsz ellenségeidre. Tövis, nagy erejű fényláncsát dobsz, nagy mennyiségű energiát használ. Aha, tehát az energiámat azt most már akkor a fényláncsára is használhatnám, meg hílelésre, ez meg csak szimplán egy ütés. Energiát használ az őrszem, szellemgömböt idézel meg, ami magától támad. Mondjuk az sem feltétlen hangzik rosszul. Szellem csillag. Eldobsz egy csillagot, ami visszatér hozzád. És ez is energiába kerül. Lángra lobbantja a közeli ellenségeket a lobbanás. Ti melyiket vennétek, skacok? Ez most lehet ilyen szabad szavazás. Na figyelj, nézzünk akkor egy ilyet. Nézd csak. Kérdőjel. Azt mondja. Figyeljtek, így megyünk jó, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Csak várjátok, mert nem jó ott a billentyűzet. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Gondolom mindenkinek tiszta volt, hogy milyen irányba haladunk. Na nézzük, melyiket akarjátok. Mehet a csetre 1, 2, 3, 4 vagy 5. Hát, igen. Mint ahogy általában olvasunk, balról jobbra. Ha ilyen sok kettest írsz, ezt nem fogja érzékelni. Eddig a legtöbben a 4-esre szavaztatok. Ami egyébként a tövis lenne. Na, 23-an? Hányan vagyunk? Több mint 100-an vagyunk, srácok. Tessék nyomkodni a cseten. Kezd fölzárkózni az 1-es. Akkor írj valamit, Kriszen. Igen, a másodiknak nincs költsége. Az összes többi valamennyi energiát használ, és ugye jelenleg az energiát azt vagy használjuk ilyenre, vagy pedig hílelünk belőle. Szia, Savismid! Hello, hello! Na jó, a 4-esre szavaztatok a legtöbben. 28 ember tudott szavazni. Na, a 4-es. Tehát a tövis. Meg is vettük. Azt mondja, hoz ki a legtöbbet új képességedből, a következő már nem lesz ilyen olcsó. Te miről beszélsz? Így is 400-ba került. Ez minden volt, csak nem olcsó. Oké. Új szóbeszéd. Hát oda fogunk elmenni. A pletykát megnézzük, hogy micsoda. Viszont előtte... ja, nem itt kell szlotolni. Ezt hosszan nyomjuk, és a tövisre rárakjuk, így a B. Na, ezt nem akarom csak így blindba elhasználni.
Valami enemit keresünk. Hát te mi vagy? Ez itt mi? Mit ír a, mit is ír a, hogy is hívják? Az égvilágon semmit. Akkor ez csak... Csak nekem tűnt úgy, mintha az valami lenne. Na gyere csak, figyeld! Aha, nagyon jó. Örülök neki, hogy az ellenkező irányba sikerült ellőnöd. Na figyeld! El is használta az összeset. Srácok, mennyi energiám volt? 2, ugye? Tehát ez konkrétan 2 energit elhasznált. Mindenképpen gadget. Nagyon-nagyon jó az egy is. Én eszméletlenül élveztem. Először ne arra menjünk szerintem. Hát azt szerintem nem tudom ott átütni. Hoppá! Nyomd hosszan... Na menj a fenébe. Azt figyeljétek milyen képe. Ezt nézzétek mit tud. Figyeld. Woo! Hát ez kész. Mennyire cuki! Hát ez zseniális. Viszont oda, ha jól láttam, nem nagyon tudtam menni. Végre ilyen ki... oké. Na nézzük csak, tehát innen föl tudunk szerintem ugrani. Paf! Azt figyeld. Hát azt még így is megérte, hogy még megsérültünk. Na jó, azt hogy? Srácok, azt hogy? Ott van az ugri... Látjátok? Ott van az ugri-bugri benne a izébe. Ez nektek is úgy tűnik, mint a nem túl egészséges víz, ugye? Nézzük meg. Aha. Ez a nem egészséges víz. Oké. Okay. Micsoda? Aha, nézzétek csak! Egy energiáért cserébe maxra hílel. Ha viccelsz, ez szétfarm. Ez újra. Ez újra bögyörőzik ide. De jó. Na, ez ügyes volt. Na, itt mi történik? Mimokik láttuk, hova esett a kis bagoly. Látták a kis bagyot. Nagyon félelmetes a erdő. Ne szórakozz velem, most a bagyot fogom irányítani, srácok. Ott van, ott a szárnyam. Várjál, tényleg irányíthatom a bagyot? Nem. Francba, azt hittem a bagyot fogom irányítani. Húzzátok meg, és kitisztítjátok a vizet nekem? Ja, azért annyira jó fejek nem vagytok. Aha. Ó. Oké. Okay. Something is happening. Itt van Tok megint. Istján. Onok mi híra? A Giza mi híra?
Mi a gyiza? Bah! Micsoda legenda, azt mondja. Ennyi? Jó. Hát sokra nem mentem veled, haver. Na nézzük, mit csinál ez? Kihúztam a dugót. Kihúztuk a dugót. Nem max HP-n voltam? Hogy halda meg olyan gyorsan? Na mindegy. Van egy... Fogadd be a fényt a testedbe! Szellem villám! Nagyon jó! Hoppá, oké, ez is használ energiát. Szellempenge. A nagy erőnyű fénylányzsát, akkor maradjunk ott, hogy a heal. Ó, várjál csak. Lehet, hogy ez pont arra jó. Aha. Aha, most már látom. Mi van? Közeleg az egy év. Missus! Ő. Ó, oké. Tehát ezt innen is lehet. Wow. OP. Wow. Jaj! Ez azért elég menő cucc. Hát bakker, ez egyre durvább lesz. Közeleg az egy év. Ki volt az a közeleg az egy év? Mi történt? Magy Ben, nagyon szépen köszönöm a 11. hónapot. Köszi szépen a támogatást. Köszönöm, köszönöm. Na nézzétek, mit szereztem? Egy szemkövet. Azt mondja, ez a különös szemformájú ékkő tökéletesen illene egy kő szemgödrébe. Hát az szerintem az,
ami itt van. I think so. Na ez trükkös lesz. Hűha, hát ezt nem tudom, hogy. Juhuu! Quirrels, quirrl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 
ajándékozott szubot, vagyis a szubot, amit Kati ajándékozott neked, és ezt te meghosszabbítottad. Köszönöm szépen. Meg is van akkor a második, és szerintem most mehetünk oda. Na nézzük csak. Ott is van, figyeld? Hát ez szépen berepült. És kinyitotta a száját. Yes, sir! Csak nem most csukja be. Pif! Na nézzük, ő kicsoda. A világító idegen vagyok én. Akire a vevőim oly csodálattal beszélnek. Az igen. Már hírem ment. De mind vevő csak olyan... Na nézzük meg. Vannak sárgák. Aha, nézzétek csak. 50%-kal kisebb energiaköltség, 100%-kal több kapott sebzés. Anyád azt. Azt mondja, életerő és energia felcserélése. Háromas ugrás. Az igen. Az igen. Egy további életcellát ad, egy további energiacellát ad, bónussebzést okozhatsz repülő ellenfeleknek, vagy 10% esély 50% bónussebzésre. Érdekes. Kettő ezer kettőszáz a tripla ugrás. Tudod, durva? Na várjál, most kiléptem, csak meg akarom nézni, hogy mi van még. Na. Fejlesztések az Y. Aha, nézzétek csak, tehát 500-ba kerül ez a fejlesztés, a 10%-kal kevesebb sebzést tudnám még növelni. Mhm. Az úcsó. 10% esély 50% bónusz sebzésre. Hát... Igen, de az élet meg az energiacella sem hangzik rosszul. De legyen akkor a bónusz. És akkor most a kérdés a következő, hogy ez miként került be. Aha, de ezt ilyen extra... Tehát levehetem a fix 15%-ot, a tapadást és ezt a gömböset, ezt még megtartanám. Nézzük meg, hogy ez mondjuk mennyiszer triggerelődik. Jaj! Na, azt nem láttam.
Aha. Van valami lila is. Ezt még egyelőre nem tudom, hogy azzal mit lehet csinálni. Ezt ismerjük. Például úgy látom, hogy azért ez egy elég must have képesség, ez a nyíl. Lehet, hogy ez a nyíl, ez fontos. Lehetok, bocsánat. Loli küldött egy képet, hogy nyert egy kört a PR-be. De szellem vagy, ugye? Láttam a kísértetet. De nem is vagyok szem. Nem is vagyok szellem. Ez jól sikerült! Ahogy látom, egyébként tényleg az van, srácok, hogy itt... A de hülye vagyok, bazd meg. Tehát itt, hogyha sokszor mész vissza egy területre... És mennyim lesz? Aha, nem, de ugye, hogyha meghalok, akkor elveszik. Érdekes, hogy itt ebben az oriban meg most azt mondták, hogy legyen effektíve autószév. Tehát most arra már nem költesz energiát, hogy ments. Viszont ugye a képességek meg energiába kerülnek. Ez egyébként egy tök jó pofa dolog. Vajon a izé az megmarad ilyenkor a quest? Várjál, beszéljünk vele? Nem, aha. Tehát nem maradt meg, azt is visszatöltötte. Na, ez egész jól sikerült. Lejjebb ment a víz, ugye? Az történt, csak közben kinéztem a chatre, úgyhogy nem láttam. Oké, okay, hirtelen nem tudtam, hogy most akkor itt mi a szart kell csinálni. Jó. Nézzük csak, itt van egy nagy energiatöltés, de előtte próbáljuk ki, hogy lövöldözzünk. Az oda küldi. Ez. Jó lesz ezzel mókolni, hogy vajon hogy meg mint a... De aranyos is ilyen autótargetel effektíve. Jó, na most azt kellene, hogy azt a fönt itt belövöm. Oh! Nice, az most leesik. Oké. Okay. Most leesett, amit effektíve... Várja, ezen nem tudok átmenni? Ja, hogy ezen nem tudok átmenni? Ó. Na, majd mindjárt kimatekozzuk, hogy ez hogy lesz jó. Hova kellhet ez?
Ide. Aha. Odáig kell akkor elhoznom. Jó, viszont nekem kell a másik. Mert arra rá kell tolnom. Rá kell tolnom, mert egyébként... Így. Figyeld? Figyeld a taktikot? Most ezt ide húzzuk. Visszalőjük azt. Akkor annak a, az megnő. Nagyon jó. Király. És ezt pedig rátolom. Jaj, bocs, nem tudom miért üsszögök ennyit. Valami csiklandozza az orrom. Jó, tovább. Baszki. Áááá! Nem tudtam, hogy hogy kell. Hát most meg már még kettő van? Jedi Mind Tricks. Merjétek, hogy volt a sorrend? Kellett az, és még gyorsan kell ez, hogy tudjunk mászni. Oké. Szuper, és most lejjebb engedjük még a vizet, kihúzzuk a dugót, gondolom. Aha. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Ja, ez most már nem kell. Kapta. Ez nagyon menő, hogy ezek visszajönnek. Azt nem tudnám ellőni? Nem. Jaj. Na gyere csak. Ha! Jaj! Ez butaság volt. Jó, fordítva. Egy. Kettő. Hát azt, ez miért volt jó? Mi van? Hogyan jutok oda föl? Hínye! Jó, megvan. Ó, és így nyitom ki. Gondolom, oké. Oké, nyugi. Akkor ezzel meg is valánk. Mondjuk ahhoz a kérdőjelhez le kellene majd még jutni. Mert most igazából... Hát bár a franc tudja, hogy nézzek, ott is egy kérdőjel. De sok minden van itt. Sok minden van itt. Ha visszább megyek, akkor itt volt lentebb egy rész, amit meg kellene nézni.
ne! De szerintem ott nem is fogok tudni felugrani. Ocse! Haha! Mekkora béna vagy! De nyomorék volt a... Jó! Jó, nem szóltam semmit. Instant karma, ez konkrétan az volt. Beszólok szerencsétlen szunyognak. Azt meg is kaptam. Merre a rúttáncos így kiugrik. És ez így jó, de meg kéne nézni, mi van lent. De akkor ezért már megérte ide lejönni, és akkor ide kellene még eljutni. Banjo! Ah! Hát nézzétek már milyen pózba áll, megőrülök! Ezt ti láttátok, hogy egy kézen áll, ha fölmegyek a izé tetejére? A rúdnak a tetejére? Ez mennyire zseniális már? Meddig bírja? Hát szerintem a végtelenségig. Úristen, olyan messziről is megkapom. Nézzétek csak, szóval... Itt már járt, vagy... Nem, itt még nem. És itt van egy energiacella szilánk. A víz alatt is van valami halacska. Na! Pusztulj, mesztelen csiga! Ott van fönt egy vendor. Kizárt dolog, mert azt én oda nem tudok felugrani. Nem. Nem. Mert ha be tudnám magam pörgetni, vagy valami, de ezen nem lehet. Oké. Hűha. Na és ezt meg hogy? Á, kizár dolog, hogy odáig el tudjak ugrani jobbra, srácok. Szerintem odáig nem tudok elugrani, ugye? Nem. Oda tudni, hogy nem tudok elugrani. Az ott túl messze van. És ez? Várjál! Lehet, hogy bele kell lőni? Nem. Ez nem jött össze.
Nem baj. Próbálkozunk. Mik vannak még? Olyan szinten jöttem le. Wow, ez mi? Micsoda versenyplatform. Na, az aztán nekem való. Kihívási utalom. Oh! Oké. Okay. Na, ez menő. Tehát ezeket lehet aktiválni, hogy ez a vége. Oh. Oké, okay, ez mondjuk nice. Srácok, competitive Ori confirmed. Ha nyersz, akkor 1K pontot kapsz. Az mondjuk durva. A hülyéje. Hűha, viszont még valamit szereztem. Száguldás! Szertettél egy új képességre. Na! A hátsója nem sebezhető? Megnézzük majd. Megnézzük majd egy fél pillanat. A hátsója! Egy pillanat és jövök, skacok! Simán elképzelhető, hogy ennek a popsia sebezhető, viszont nem feltétlenül láttam úgy értelmét. Azzal inkább valamit át kéne törni szerintem. Az eddigiek úgy néztek ki amúgy is. Hogy azzal törni kellett. Na, viszont a száguldás is szerintem egy olyan várjál? Ó, nem. Aha, tehát az nem olyan képesség, mint a többi. Hanem az szimplán csak így használható. Látjátok? Tudok rollolni. Pif. Pif. Gondolom ez a kompetitív Ori részhez kell. Illetve lehet a levegőben is nyomni. Nyomd hosszan ezt, vagy ezt, majd RB-t a száguldva bukfencezéshez. Aha. Oké. Okay. Tökre örülök neki, hogy ketten raktok inasba, bazd meg. Az igen, azt mondjuk én csináltam, gratulálok. Most híleltem, te! Legyél már rám tekintettel, nem látod, hogy milyen béna vagyok? Viszont, azt még mindig nem tudom, hogy... Várjál csak. Aha, tehát nem lehet... nem lehet fölfele, de oldalra igen. Hát ez valami vadállat. Azért... Még úgy is kacok, hogy alig valameddig jutottunk el a játékba. Már most csomó dolgot tudunk csinálni. Például ilyen gyönyörűségeket. Azt figyelj, látjátok? Ilyet a játék elején is tudunk csinálni. Na, erre nem számítottatok. Mi? Hm.
Na nézzük csak, kijövünk a szélére. Megy az ugribugri, és ide átjövünk. Oké, na most fejtsük meg, hogy merre kéne menni. Először menjünk le, az biztonságosabbnak tűnik. Ja nem, mert itt van a izé, büdös bogár. De a segge sebezhető, skacok. Az egy szuper észrevétel volt. Ó, micsoda advanced movement! Szerinted erre kell jönni? Vagy menjünk ott föl? Mi gondoltok? Ott tudja, hogy lett volna valami izgalmas. A te anya szomorító dög. Te ez most a végtelenségig fog engem követni? Hát tényleg nagyon örülök. Köszi, te nyomi! Na, meg is van. A vendorhoz? Hát... oda föl kéne jutni. Az a szellemverseny indítás. Aha! Yes, sir! Ó, úgy ikkolok? Ha ne, onok? Ha, inna zsuko? Gyíkont. Hát természetesen megvesszük. Ásnak. Ó, hát figyeljetek, eddig 2 mapot vettünk, és elég nagy, maradjunk annyiba. Elég nagy a map. Itt most már látjuk, hogy hát igazából az valami titkosabb rész, gondolom, oda meg lehet, hogy csak föl kellett volna ugrani, majd összeszedjük, viszont most már látjuk azt, hogy itt megpróbálunk fölmenni, valószínűleg ha ide bejövök, itt tudom kinyitni ezt. Nem, ez büdös víz, úgyhogy ide nem tudunk bemenni. Alacsonyan szállnak az idióta szúnyogok! Ne már! Hülye vagy, ezek itt tinosba raknak. Na jó, halljunk meg. Halljunk meg. És úgy spónolok be. Hallod? Mekkora férgek vagytok már nem azért. Nem látjátok, hogy egy ilyen béna pöcskösszörű próbál meg itt ugrabugrálni? Hát ez úgy volt. Hát
ez úgy volt... Ha! És azt mégis mivel nyitom ki? Halló? Halló, kérdem én. Hogy szokták mondani, lehet-e tudni? Szilvienka. Nem, ütni nem lehet. Ezt valahol ki kell nyitni. Á, ott fönt. Nézd csak. Hát, na várjál. Jó, így is meghalunk, oké. Hát, na erre kéne valami megfejtés. Mert tudja, hogy azt kell kilőni. Várjál, még följön. Ó, te, bazd meg, hallod, még a szúnyog is idejött! Na gyere, te malák! De nem is nyomott össze, csak eltalált. Na, így kell megcsinálni. Gyors lövés. Új szellem szilánkra tettél szert, már gyorsabban támadhatsz a szellem villámmal. Aha. Aha, jó, tehát jól el tudom spamelni a képességemet. Örülök neked, hogy ott vagy. Aj már! Ah, ez viszont üthető volt. Találtunk még egy energiaszilánkot. Ez nagyon jó. Na merjen, térkép. Jó. A versenyt... Próbáljuk meg, srácok! Hallod, még oda följutni sem olyan egyszerű. Ez az még egy élet! Nehéz lesz! Hát nézzük meg! Átugrás, leugrás. Lejövetel, ott még le, ott eljobbra, ott még mindig le, ott még mindig le, ott még mindig, ott balra, ott jobbra, ott le, ott balra, ott jobbra, ott balra, ott föl, és kész. Kit kell legyőznöm? Ding! Hű a kurva életbe, de gyors.
Ne! Megvert! Megvert a rohadt szellem! Újra! Figyeld! Figyeld! Ting! 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 Aha. Ne te rohadék! Ó, ez már sokkal jobb volt! Újra! Meg kell vernem! Ping! De hogy megy ő olyan gyorsan le? Ne csalik! Ez csalik! Ez csal. Vázd meg magad! De hogyan csinálja? Hogyan csinálja? Hogy? Menet közben is úgy érzem, mint ide. Ne! Te kurva szellem, ma megint! Akkor is meg lesz. Nem létező híveket használ. Hát de tényleg! Csaló! Büdös csaló! Majdnem! Na, rohadt anyádat! Egyre közelebb! Meg lesz! Meg lesz! Ez az! Szívd fel magad! Futás! Vagyok buzi! Tudod, ez kell. Most lesz jó. Köcsög. A létező legjobb íven kell menni. Figyeljetek, figyeljetek, most kiszámoljuk. Hogy a faszomba kerültem oda? Úristen, de jó, hogy vannak benne ilyenek. Szívd föl magad! Szívd föl magad, kis villámpocok! Túrjad! Ahogy tegyelek teherbe, hát hogy tudsz ilyen szarul esni?
Az ideális ív volt, ne aggódj, egy pofon még belefér. Az már annyira nem. Oh, tol, fúj! Mi ez? Mennyi kurva köcsök. Shame. 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 Na hol vagy, kis tetvedék? Na hol vagy? Köröket vertem rád! Köröket! Fuck you! Ott is van. Ott is van. Ranglista! Na ne basz. Elárulnám nektek, hogy 0,01 másodperccel maradtam le a legjobbtól. Ennyi. Ja, nem a legjobbtól. De, azt nézd! Ja, hogy a helyezés 14.460. Az megvan? 14.465. vagyok? Voltak gyorsabbak, úgy érzem. Egy páran. Szerintem egész jó eredmény. Tökéletes. Tökéletesen elégedettek vagyunk ezzel. Oké. Szóval, megvan a felőverseny. Most pedig itt most szépen leengedjük magunkat, és oda föl kellene jutni. De várjál, 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 várjál. Ja, jó, így. Most győztem le egy szellemet, ugye nem most akartok inasba rakni. Köszönöm. Jó, és akkor itt merre kell kanyarodnom? Még mindig fölfele kéne menni. Így. Nagyon örülök neki, hogy ezt így belém tudtad tunkolni. Nagyon jó. És akkor most kellene... Jaj, 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 mi ez? Hú, de hamar sült el ez a kis man... Hát ennek kifejezetten örülök, haver. De ez... Aha, ez viszont nem jó, ez a cucc. Mert így nem tudok vele célozni, srácok. Látjátok? Ezt azonnal le is szedjük. Melyik az? A perkek között van. Ezt leszedem, mert ez nem jó. Mert hogyha ez be van téve, akkor nem tudok vele célozni, hanem már ahogy lenyomom hosszan, már lő folyton. Úgyhogy ahelyett inkább... Hát... Legyen a bónusz sebzésre esély. Tíz százalék esélyem van arra, hogy 50% extra sebzést csinálok. Jó. Na, ott volt fönt az egyik muki. Jaj. Veled tudok valamit beszélni? Ó! Szilánkok. Na nézzük csak. Oké.
Miért sárga? Ja, mert a fehéret nem tudom megvenni, a sárgát viszont igen. Egy életcella, meg egy energiacella. 100%-kal több sebzés, az... Nézzük meg, hogy ez mit csinál. Ha ezeket most megvettem, a fejlesztések is itt vannak. 10%-kal kevesebb elszenvedett sebzés. 25%-kal nagyobb és elszenvedett. Viszont várjál, arra vagyok kíváncsi, hogy a slotolandó-e az a plusz HP. Aha, basszus, ez akkor nem volt jó ötlet. Azt nem tudtam volna megvenni. Szóval azt is slotolni kell, hogy plusz energiacellát kapjál. Aha, az mondjuk érdekes. Hát... Érdekes. De megveszünk mindent. Unlockolunk mindent. Jó, majd 2200-ért megvehetjük a tripla ugrást is később. Most meg... Egyébként az elszenvedett sebzésnek a csökkentése, az nem biztos, hogy rossz. A izé helyett. Legyen az. Egy további energiacella, plusz egy HP. És ehelyett meg tudunk ilyet csinálni, hogy 20%-kal kevesebbet sebződünk. Jó lesz az. Arra akarnék majd egyébként rájönni, hogy mennyire hasznos az a cucc, amink van, hogy... Mert én a Mokinál már jártunk ott fönt. Ott van egy... Van egy olyan cucc, és azt szerintem én láttam, hogy hogy kell megszerezni. Hát nem így. Nem lehet, hogy így kell oda fölmenni? Mit gondoltok? Szerintetek úgy kell fölmenni oda? Ó! Bazd meg! Most már kiszúrtam. Kis köcsög. Jó, ez megvan. Ide kellene eljutni, mert ez végre egy teleport lenne. Ezt szerintetek hogyan szerzendő meg? Hát nem így. Oké. Oda nem tudunk bejutni. Az megvan? Itt ezt már szerintem egyszer én meghúztam. Biztos, mert nem engedi újra. Aha. Akkor viszont ez még nem elérhető, srácok. Az baj. Az baj. Lehet... hogy úgy kellene bemenni, hogy itt ezt meglövöm. Aha, és akkor ettől kinyílik.
Nice. Yay! És akkor most már tudunk portolni. Mi azt jelenti, hogy ez a kettő már össze van kötve. Tök jó. Ezt kellene majd még megnézni, mert itt van egy kérdőjel, de itt természetesen semmilyen port nincsen, úgyhogy onnan maximum így vissza lehet szaladni itt fönt, leugrani és úgy. Kérdem én, mi a fasz? Jó, megvan, 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 nyugi. De bazd meg! Anyád! Nyugi, nyugi, nyugi! Már lement a fele. Gyorsan! Oh. Másik irányba kellett volna. Gyere, már nincs sok hátra. Gyorsan, gyorsan, odébb. Jó. Ugrás. Basszus. Megint rossz irányba. Megvan. Nem tudom, hogy sebzett hátulról, de biztos megvan az oka. Na, a makikák leengedtek nekem egy hidat. In the time! És gondolom először erre kell jönnöm, mert azokat még nem tudom hasznosítani.
Na gyere, Kula! Nagyon jó, köszönöm szépen. Még véletlenül se ezt a részt mutasd. Jó ment. Szerintem jó, kifejezetten jól ment a lejutás eddig. Én hílelnék egyet. Jó. Majdnem biztos vagyok benne, hogyha ide leérek, megszerzem azt a képességet, hogy ugrabugráljak a növényekről, mert sehogy máshogy nem tudnék visszajönni. Tudja, hogy az lesz. Ciao, Vasmaska! Tartsd nyomva az LB gombot, lámpások, lövedékek vagy ellenségek közelében, és célozz az ugráshoz. A lövedékek irányát, irányt változtatnak. Aha. Ez ugyanúgy működik, mint eddig. Ez nem kell nekünk. Csak régen a háromszöggel kellett ezt csinálni, oké. Jó. Ez az egyik a dash, tehát ez a jobb felsővel dashelek, a bal felsővel pedig így ugribugrizok, oké. Na várjál. Aha, látom. Easy peasy. Most legalább nem voltam blind. Hát de megnyomom a gombot, te majom! Csak az opcionális dolgok először. Hűha, ez már valami... Óóó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 
Azért ebben vannak? Azért ebben vannak funky enemik? Repeszek! A szellemvillámok kisebb lövedékekre esnek szét. És akkor ez csak egy ilyen opcionális rész volt végig? Ó, és ott fönt van még valami, illetve itt lent le lehet jönni. Várjál? Dehogy? Izgalmas. De hogy megyek föl? Az ilyen indokolatlanul magasan volt, srácok. Ti láttátok, hogy oda hogy kellett volna eljutni? Oda. Oda, azt megszerezni. Mert ugye lefele menni még nem tudok. Gratulálok, az ügyes volt.
Hé, na az! Na, arról meséljé csak nekem, hogy oda hogy jutok el. Hát azt meg hogy a szözbe? Aha! Meg is van! Juhú! Nőtt az energiaszintem. Szupi! Na jó, hát erre nem jöttem még rá, de ez valószínűleg ezzel lesz összeköttetésbe, úgyhogy ezt majd később. Most menjünk el akkor ide. Halló? Kérek szépen köpetet. Köpjél le! Köszönöm szépen. Még egyszer. Az nem tudom, hogy ott mi volt, de... Az mi vajon? Várjál! Várjál! Jézusom, mit csináltam ezzel? Hallgatag erdő. Oké, bejutottunk a hallgatag erdőbe. Nézzétek, mennyi bagoly! De ilyen halott csontváz bagoly. Kata ene ma, kuro ushi sin paga ma.
Tanítsuk meg vizeit újra folyni. Aha. Jó. Rendben. És akkor ez itt egy ilyen dead end? Nem úgy tűnik. Ó, ez fáj, ez a víz. Arról nem volt szó, hogy a béka is egy mérgező vízbe van. Rossz víz. Keserű víz. Tehát nekem kell a malom, hogy mozduljon a víz. Ja, várjál, hát ez így nem jó. Tehát akkor ez egészen addig dead end, ameddig a malmo, ez a malom? Azt mondja, valószínűleg a nyugaton álló vízimalom újraindítása megtisztítja a zavaros vizet, hogy átkelhess rajta. Oké. Most mivel mindenféleképpen visszafele kell mennünk, ezért én arra gondoltam, egyrészt errefele el tudunk kanyarintani, de ugye itt lesz a teleport, arra lefele nem megyünk, és ha már úgyis idáig visszajövünk, akkor ja nem, először fogunk bejönni ide, és lehetne megnézni ezt a részt, mert ott van valami pletyka. Azt tudom, hogy a pletykákat ti is úgyis szeretitek. Na nézzük. Itt akkor csak szimplán keljünk át, de úgy, köpjél te! Bázd meg. Köszönöm szépen. Hát persze. Itt nincs semmi. Hoppá, valamit triggereltünk. Ó, a mokik hátul! Nézd csak, lehúztak nekünk egy kart, és kinyitottak egy új kaput. De jó fejek. Jó, tehát akkor ők megnyitottak nekünk egy kaput, pont fölfele, amerre szerettem volna menni. És ez most nekem jó volt, mert itt volt egy plusz izé. Jó. Az anyádat. Jó, jó, nyugi, megvan. Na nézzük csak, itt is egy moki. Te nem moki vagy, azt látom! Azt mondja, a fülei túl... túl lifegősek a füleim. Hát egyen meg őket komolyan. Jaj. Wow, milyen autó ment itt el. Odaadnám Lupónak. Ó. Állítólag szerette a térképeket. Talán ezt is. Persze, hogy odaadom neki. Add csak ide, nálam jó helyen lesz. Új mellékküldetés. Egy moki adott egy térképet, hogy add át egy tollas illetőnek. Hát a tollas illető... az most így nem nagyon elérhető. De megnézzük, hogy mi van itt fölfele, mert lehet, hogy erre fele kell menni a tollas illetőhöz. Ah, van egy izé dőlése neki is.
Az igen. Ez még kevés. Basz meg. Na jó, szálljál el innen. Hílelek még mielőtt belehalok itt a próbálkozásba. Király. Még egy ércet találtunk, amit még egyelőre ugye nem tudtunk egyszer se hasznosítani, de király legalább, hogy van. Azaz, rúdtánc bajnokunk. Oké, okay. Jump. Gyere, köpjél ide. Köszönöm. Várja, van ott valami? Nincs. Hoppá! Ki döntötte le a falamat? Hát én voltam. Ott a tollas! Ott a tollas! Láttátok? Ott volt a tollas. Ott nem volt a tollas. Azzal valamit majd tuti lehet csinálni. Azt gondolom csak arra jó, hogy innen lehet átugrani hozzá. Hey! Ja, hogy innen beszélgessünk. Beszélgessünk innen. A kung fu majom. Hogy hívták a kung fu pandába, srácok, a majmot? Mi volt annak a neve? Az megvan? Csiszolni a képességeimet? Nézzük! Pont semmit nem tudok csinálni, na mit szóltok ez? Robbanó tövis. Majom volt a neve? Lila? Hey Google! Change the lights to violet. Megváltozott. Az a baj ezzel a látószöggel, hogy nem nagyon látjátok a fényeket, srácok. Igyekszem majd minél előbb megvenni azt a objektívet, meg azt a kart, ami kell, és akkor már jobb lesz. Ja, nem akarom csiszolni, bocs. Anyád, mi van ott? Itt a madár! Gondolkozz, Miss Lore, mi befolyásolja a színeket szerinted, ami biztosan nem változott. Na? Ha kitalálod? Azok a csodás pontozott vonalak... Kincses térkép. Vándor tarisznya. Oké. Hozzá lehetne kötni valahogy? Nem, akkor nem tudod, hogy mivel befolyásolja. Úgy van, hogy a színeknek nyilván a színhőmérsékletét a fehér egyensúly befolyásolja. Azzal tudnék játszani, hogy az elgátós... tehát, hogy nem olyanra állítom a fehér egyensúlyt, amilyen fénnyel én vagyok megvilágítva, hanem ellenkezőleg, és akkor erősebbek a színek hátul, viszont én valószínűleg vagy citromsárgává változnék, vagy fehérré. Nem mertem remélni, hogy igazak a pletykák, de itt vagy. Nivent újra megváltoztatta egy szellem. Tőle intézett, úgy, hogy nem vagy már olyan jól,
micsoda, nem megy már olyan jól az építkezés, mint valaha. Hát, jó, hát leromboltam. Érc, van nálam érc kettő is, haver. Ja, hogy te azokra gondolsz. Ja, ne, azokat nem lehet összekötni, az, az ugye az alaplaphoz tartozik, tehát azt a gépen lehet irányítani, azt nem lehet így a wireless résszel összekötni. Projekt megtekintése. Nézd csak! Hozd rendbe a szellemkutat. Abban a pillanatban. Király! Egy újabb teleport kaput nyitottunk legalább így. De volt egy másik projekt is nála, azt mindjárt megnézzük, hogy az mi volt. Nézzétek csak! Szóval ez elkészült, viszont van egy ilyen. Szúrós szituáció. A tekergő indák elég bosszantóak, én mondom. Némi segítséggel meg tudnék szabadulni tőlük, és biztonságosabbá tehetném a tisztást mindenki számára. Csak ehhez 5 érc kellene. Aha. Aha. Micsoda? Ácsi, mi volt az, srácok? Mit írt ki? Milyen térugrást? Milyen térugrást vége? Mi? Miről beszél ez? Milyen? Amit a majom épített, oda tudsz ugrani. Na jó, de hiába. Na mindegy. Nagy utattam be... Paradikiknak? Nincs saját otthonunk. Beszélj a házépítésről. Na nézzük, mit tudsz a házépítésről. Aha, 4 ércért tudok majd házat építeni nekik. Úgy kezdődött, hogy nyisd meg a térképet. Köszi. Na, ezt a részét nem figyeltem. Tehát, hogy amit ő épített, arra tudok ráugrani? Hosszan nyomva. De várjál, az összesre tudok akkor ugrani. Ú, de kurva jó. Wow. Na ez mondjuk nagyon menő. Azt, amin ez nagyon sokat gyorsít basszus a játékmeneten. Ez egy nagyon-nagyon jó hozzáadott plusz. Szép estét, Bremida. Hát Bremida, nagyon szépen köszönöm a 24. hónapot. Ezt tudod, mit jelent? Írj majd rám, léci Discordon, és küldök neked egy kódot a shophoz, ahol ezért a 2 évért cserébe te is megkapod tőlem azt az ajándékot, hogy választhatsz majd egy pólót a shopból, amit magadnak megrendelsz, amilyet szeretnél olyan méretbe, és akkor kiszállítatod magadhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 2. évet. Úgyhogy GG a kigyúrt bagolyhoz. Igen, fast travel van ebben a játékban, srácok, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha valahova elcsalinkázok, onnan is vissza tudok portolni bármelyik kúthoz. Ez rohadt jó. Oh.
Mindig az öröm az öröm. Jó van. Egyet tudok szerválni. Ellenségeit 2 extra szellemfény gömböt dob azonnal. Na ez viszont kell. Ez kell, srácok, a kevesebb bekapott damage helyett. Mert ezzel tudok akkor gyorsabban szerválni ízét. Ezt kiszedjük. Hol van az extra szellemfény? Itt van. Mennyi küldetés? Tök jó! Ha lenne olyan vicces kalapom, de nincs... Aha, ezt nem tudjuk. Hát te? Nézzétek már! De jó! Nem biztonságos odakint. Wow, ez ilyen achievement tracker, srácok, hogy minden lépésemet figyelte. Figyelj, élve töltött idő, 2 óra 40 perc. 13%-a van a játéknak teljesítve. Nem haltunk még meg egyáltalán a játékba. Nem is kaptunk sebzést. 121 enemit megöltünk, 43 energiát, 715 életerőt regeneráltunk, nem fejlesztettünk még képességet, leghatékonyabb támadás, 1425-öt ugrottam már a játékba, falonfutás, száguldás, csapás, gyalog megtett távolság. Úszva megtett távolság, begyűjtött cella, az 6/24, megtalált képességek, Isten, 18 képesség van, felhasznált szellemfény, begyűjtött szellemfény, begyűjtött energiacella, csak 2/24, wow, begyűjtött szilánk 13/31, az nem is olyan kevés ennyi idő alatt, és a szilánk hely frissítés, hiszem, oké. Okay. Ez menő. Tehát, hogy őtőle kaphatunk mindig infót arról, hogy hogyan is állunk, mint állunk. Tök, ez aranyos. Ott van fönt egyébként egy szilánk. Elég bénán csináltam. Ez már jobban sikerült. Viszont hogy jutok föl? Ja, de oda nem is kell följutnom. Yesum, Pepi! Jézusom, de... Viszont lehet, hogy kellett volna nekem. Ha, várjál, csak egy jobb szöget kell találnom az ugráshoz. Á, de ne arra ugorj! Így. 100! Igen.
eddig is olyan volt, hogy nőtt ott egy boomsli, pontosan. Ott volt még egy, ami kimaradt. De jó, és mindent jelöl a map, baromi jó. Oda kellene fölmenni. Vissza akarni, épületről épületre, segíts neki, gyűjts. Ja, hogy csak annyi, hogy gyűjtsek érceket. Jó, oké, gyűjtök érceket. Nem nagyon fedeződik föl még a terület. Ja, hogy te ilyen gyorsugró vagy! Ja nem, csak többet ugrik. Nézd csak, egy, kettő, három, és utána áll meg. Jó. Tehát hármat ugrik, és utána megáll. Azért híleljünk egyen. Milyen fagyos helyre jöttünk el. Hoppá! Ez nem hangzik. Hegyi bogyót szedni! De aranyos, azt mondja, próbáltam az orrát csiklandozni egy fűcsomóval, hogy felébredjen, de nem sikerült. De aranyos. Talán a fű nem elég nagy? Talán én nem vagyok elég nagy? Hát... ki tudja, drága barátom. Lehet, hogy nem vagy elég nagy. Aha. Hát... azt nem lehet lőni. Az valami képesség lesz akkor. Hoppácska, várja, itt valami happening van. Erre fornak a luma tavakból eredő vizek. A malom. Wow. Rohadtul nagy a pálya. Ja, jó küldetés. Az, amit lehet csinálni. Egyelőre sem. Azt én mozgattam azzal, hogy ugribugriztam. Ja, várjál, ott van fönt valami, oda menjünk már azért föl előtte. Gyere csak ide! Nem nyílik az ajtó, azt mondja. De akkor én ezt majd most így kinyitom.
Egy, kettő. Nem tudom ráncigálni. Van lent egy. Ezt nem tudom, hogy hogy kell majd megszerezni. Pif! Nos, ez? Ah! Oké. Okay. Na gomba, Johnny, azzal ott. Oké. Oké, meg vagyunk. Itt van egy ajtó, amit valahogy ki kellene nyitnom. Anyád! Az mi damage? Ezzel ki is nyitottam. És most megszerezhetem azt a fönti szilánkot. Yes. Életbőség. Ellenségei több életgömböt dobnak. Szó-szó, erre nem feltétlen mondom azt egyelőre, hogy olyan nagyon must have, de ezt megszereztük. Ezt lehet, hogy... Nézzétek, ezt meg kellene tudnom forgatni. Ha ezt meg tudnám forgatni lentre, szerintem akkor lenne ez a része. Akkor lenne az a rész elérhető. Mert ez így viszonylag fájdalmas. Ó! Szerintem ez itt rip. Na jó, itt halljunk meg. Ezt elrippeltem. Szóval, mi volt az ott? Lejöttünk ide, ezt mindjárt azt a büdös bogarat, ezt megöljük. Szóval, nézzétek csak. Szerintem... Wow! És kinyitotta... Én mondtam, hogy kinyitom neki az ajtót. Csak sikerült. Tehát most már forog ez a valami. Mhm.
ki kéne számolni, hogy... hogy hogyan jutok be. Hát ott sehogy, ahogy látom. Aha, tehát így nem tudok lejutni oda. De akkor hogy? Vagy csak szimplán... Lehet, hogy csak szimplán izé vissza kell mennem. Mert ugye kinyílt a majomnál az ajtó. Azt hittem, hogy el kell menni ott a végére, mert valami történik, de lehet, hogy nem. Belépés. Zálmas Morgan Bar. Ne, és építettek egy tutajt, elmennek megkeresni minket, de tündériek. Vagy csak az egyik? Csak az egyik. Nem, mindkettő. Itt fogjuk folytatni holnap.